És akkor most megyek azonnal a következő vendégünkhöz, aki Barabás Gyula, a Széchenyi Hitelszövetségnek az elnöke. Itt most ugye legutóbbi cikkünkben, éppen a Questor-károsultakról hallottunk, hogy ott közel sem mindenki jár jól, vagy nem lehet elégedett azzal, amit kap. Mi a helyzet a devizahitelesekkel? Ugye a legfrissebb hír, hogy az autóhiteleket is forintosítják, nem tudunk még részleteket, de mire számítanak? Mennyire lesz kedvező az autóhitelesek számára ez a döntés, amely a közeljövőben várható? Ugye azt lehet tudni, hogy nem lesz kötelező, hanem egy úgynevezett önkéntességi alapon lehet majd ezeket a forintosításokat elvégezni, ami azt jelenti jelen pillanatban, hogy aki ma autóhitelre rendelkezik és fizeti a részleteket, különböző eltérő konstrukciók alapján, de lényegében most is egyfajta forintban teljesít, hiszen forint a törlesztő részlet a megállapításnál. Alapvetően fontos, hogy ki van téve az árfolyam ingadozás. Az, hogy most, igen, de ezzel, hogy most jelen pillanatban 280 vagy 300 forint körül fogják a forintosítást elvégezni, ettől én azt gondolom, hogy az adósok azok nem fognak hátradőlni, nem lesznek boldogok, sőt, hát tulajdonképpen már az elszámolást követően, amikor látták azt, hogy eddig mit teljesítettek, és ezek után mit kell teljesíteni, mérhetetlenül fel vannak háborodva. Én nem hiszem azt, hogy ez egy adósmentő programnak nevezhető valami, ez alapvetően én inkább azt látom, hogy a szolgáltatók fele történik meg valamilyen forintosítás, az adósok ezt nem fogják elfogadni, és jelen pillanatban nem tudnak olyan kedvező árfolyamot biztosítani, amivel a fizetési morált fel lehessen tartani. Egészen egyszerűen azért, mert ezek a szerződések, ezek már eleve, hogy létrejöttek, és amilyen tartozást még mutat a jövőre vonatkozóan, ezek annyira eltérőek és annyira aránytalanok, hogy ezeket a szerződéseket az adósok nem fogják teljesíteni. Önök hogyan látják az autóhitelesek életében? Semmilyen könnyebbséget nem jelentett az, hogy ugye az autóhitelek tekintetében is volt egy elszámolás, ahol az autóhitelesek pénzt kaphattak vissza, illetve ugye ezekre a szerződésekre is vonatkozik, hogy nem lehet már a jövőben jogtalanul felszámolni díjakat. Hát ugye nagyon sok olyan szolgáltató van, aki nullás elszámolást küldött, ami alapvetően kizárt ilyen szempontból. Van olyan szolgáltatók, aki még mindig nem tudta többszörű bírság ellenére sem elkészíteni az elszámolást. És vannak igen olyan szolgáltatók is, illetve voltak olyan szerződések, ami néhány hónapos futamidő maradt volna még, de az elszámolással ez lezárult. Lehet, hogy ők azt mondják, hogy ilyen szempontból az elszámolás számukra kedvező, de alapvetően néhány tízezer forintos visszatérítésekkel önmagában az árfolyam változásból adódó terheket nem tudta kompenzálni az elszámolás. Ugye, hogyha összehasonlítjuk a lakáshitelesek és az autóhiteleseknek a helyzetét, a lakáshitelesekkel kapcsolatban több jelentős segítségnyújtása is volt a kormánynak, még törleszteni lehetett 180 forinton, utána a forintosítás 256 forinton történt meg. Ezek alapján az MSZP például azt mondja, hogy az autóhitelek esetében az lenne a rán is, hogyha nagyjából egy 2010-es árfolyamon forintosítanák ezeket a hiteleket. Ön lát-e erre esélyt most, amikor nagyjából 300 forint körül mozog az árfolyam? De abszolút nem, de hát ugye ezek a nyilatkozatok alapvetően inkább a politikai marketing kategóriájába tartoznak. Az adósok egy valamit szeretnének, tisztességes feltételekkel lezárni a szerződéseket, ez pedig jogi és fogyasztóvédelmi felülvizsgálatot eredményezne ezekben az esetekben. A jelzálog hitelek szerződése és a gépjárművek szerződése között óriási különbség van, és ahogy vélelmezte a törvény korábban, hogy az egyoldalú kamatemelések tisztességtelenek, ugyanúgy lehetne a törvénynek azt is vélelmezni, hogy vajon kaptak-e megfelelő tájékoztatást az árfolyammal kapcsolatosan a kockázatokról. Ez kiderülne, hogy a 95%-ában nem kaptak. Félrevezetőek voltak az értékesítések, és innentől kezdve gyakorlatilag az, hogy forintosítunk ilyen szerződéseket, vagy nem forintosítunk, teljesen lényegtelen ebbe a kérdésbe. Én azt gondolom, hogy az adósok így gondolkodnak. Hát alapvetően azzal van a probléma, ahogyan ezek a szerződések megkötettek. Jó, de nyilván semmi sem nem lehet nyilvánítani ezeket a szerződéseket. Hát legalábbis eddig nem sikerült. Azért, mert sok van belőle? Akár? Ez nem kifogás. Tehát az, hogy most 10-el lopnak, vagy 30-al lopnak, ez nem mentesíthet senkit attól, hogy abban a házban esetleg mindenki a börtönbe kerül, mert sokan loptak abban az épületben. Önök még bíznak ilyesmiben, hogy valamilyen jogi úton sikerül semmisen nyilvánítani szerződéseket? Nincs más lehetőség, ugyanis ezek a szerződések nem közjegyzői közokiratba foglalt szerződések, tehát ott, ahol megszűnnek ezek a teljesítések, ott mindenféleképpen egy fizetési meghagyási eljárást kell a szolgáltatónak indítani, és ez persze
felré fog alakulni akkor, amikor ellent fognak mondani. Tehát én azt gondolom, hogy nem a forintosítás, nem az állami beavatkozás, meg az egyéb illúziókkal kapcsolatos elméletek fogják lerendezni ezt a kérdést, hanem a két fél, a szolgáltató és az ügyfél közötti egyedi megállapodások. Más lehetőség nincsen ebben a kérdésben, vagy pedig ott fognak állni a szerződések, amiket nem fognak teljesíteni, ott fognak állni azok az autók, ahol a törzskönyv esetleg a szolgáltatónál van, vagy ahol kiadták, mert eladták. Ez egy abszurd helyzet, és 2015 van. Tehát ezeket én azt gondolom, hogy legalább úgy kellene mindenkinek kezelni, mint ahogy egy-két pénzügyi szolgáltató, ahol egyedileg úgy tud megállapodni az ügyfélel, ahol mind a két fél azt tudja mondani, hogy mindenki vállalt a terhekből, és lezárultak a szerződések. Önkéntes alapon forintosítást, azt nem lehet úgy elképzelni, hogy az emberek odállnak az ajtó elé, sorba is tülekednek azért, hogy egy kedvezőbb árfolyamon, egy 280 forint körüli árfolyamon történjen meg úgy a forintosítás, hogy a tőke tartozása gyakorlatilag az árfolyam különbséggel együtt azonnal lejártá válik, és 15-20 éves futamidőkre lehet számítani bizonyos esetekben, bizonyos konstrukciókban. Arra volt nem precedens, hogy bármit sikerüljön elérni, semmi se nyilvánítás kapcsán? Hát, mondtak-e már ki valaha hogyne, ilyen szerződéseket? Hogyne, rengeteget kimondtak, és azt is el kell mondani, hogy nem véletlen vannak felfüggesztve a perek, és nem véletlen 3-4 éve ezek az érvénytelen vagy semmi szerződésekre vonatkozóan a bíróságok gyakorlatilag szüneteltetik az eljárásokat. Először az elszámolási törvényre hivatkozva, aztán most nem tudom pontosan, hogy mire. De akkor ez azt jelenti, hogy döntés még nincsen, hogy semmi is nem kívánjuk. Dehogy nem, hát azért ez nem 3-4 évvel ezelőtt történt, rengeteg olyan szerződés van, és rengeteg olyan lezárt szerződés is van, ami ezek után a felek megállapodtak és elszámoltak egymással, de az, hogy érvénytelenek ezek a szerződések, ezek rengeteg ilyen szerződés van, és rengeteg ilyen ítélet van, ezt valamilyen oknál fogva azért nem hajlandóak tudomásul venni. Tehát érvénytelen szerződésekkel kapcsolatosan forintosítási elképzelések, én azt gondolom, hogy ez illúzió, hogy ez egy valamiféle megoldást tud hozni. A bíróságok mivel indokolták, hogy miért semmisek ezek a szerződések? Tehát mi alapján tudta kimondani ezt a bíróság? Hatályos törvények alapján. Tehát ott, ahol mondjuk... Igen. Tehát ennél ott, konkrétabban? Ennél konkrétabban. Tehát ott az a szerződés, ahol nem szerepel benne a kamat. Az alapvetően érvénytelen. Több ilyen szolgáltató van, akinek a szerződésében ezek a lényeges alapelemek nem szerepelnek. Az, hogy milyen tájékoztatást kapott, milyen árfolyammal kapcsolatosan, ahogy a kúria is kimondta, hogy persze vállalnia kell a deviza tartozást abban az esetben az ügyfélnek, hogyha megfelelő tájékoztatást megkapta. Általában el kell mondani, hogy 90-95%-uk a gépjármű finanszírozásban semmiféle ilyen dokumentummal és semmiféle ilyen tájékoztatással nem rendelkezik, akkor nem tudom, hogy miről beszélünk még ezek után. Ez a törvény, ezt be kell tartani, ez lehet, hogy érdemes lett volna akkor, amikor 15 szerződés köttetett meg, és nem akkor, amikor 200 ezer, de ameddig ez volt a törvény, addig ezt be kell tartani. Köszönöm szépen, hogy itt volt már reggel, meglátjuk majd, hogy mi lesz az autóiterek forintosításával, bár ha jól látom, ön abban nem bízik, hogy ettől jelentősen csökkenne majd az adósokra háruló terhet. Semmi esély nincs.